Köszöntöm kedves nézőinket, a Pilisi Szemlét, a Pilis TV közélet és kulturális magazinját látják. Falkovics Mária vagyok. Idei utolsó Pilisi Szemlénkkel jelentkezünk még az ünnepek előtt. Lesz benne szó útépítésekről, láthatunk festményeket, és már az ünnepekre is hangolódunk. A tartalomból röviden. Nagyszabású útépítés Vörösváron, lakossági fórumot tartottak a témában. Szent Iván a festő szemével, Spolaris László kiállítása. Téli Téri Ramazuri volt Szent Ivánon. A Vörösvári képviselőtestület novemberi ülésének összefoglalója. Lesznek hírek és ajánlunk néhány programot, tartsanak velünk ezen a héten is! A Vörösvári Újság és az Önkormányzat idén is meghirdeti karácsonyi süti versenyét. A versenyre nevezhetnek tapasztalt és kezdőházi asszonyok és háziurak, édesszájúak és a sóssütik rajongói, fiatal és idősebb vörösváriak egyedül vagy csapatban. A versenyre nevezni személyenként legfeljebb kétfajta süteménnyel lehet. A jelentkezéseket december 9-én pénteken 14 óráig kell eljuttatni a Vörösvári Újság szerkesztőségének e-mailben az újságukac@pilisvörösvar.hu e-mail címre. A zsűrizés az adventi vásár keretében zajlik majd december 11-én vasárnap a templom téren, nevez cukrászok részvételével. A verseny két kategóriában zajlik, hagyományos és kreatív. A legjobb receptek fotóval bekerülnek a Vörösvári Újság számaiba. A főnyeremény a Séf Parádé főző és sütőkurzusára szóró két személyes voucher, de sok más ajándékkal is készülnek a szervezők. További részleteket a Pilisvörösvári Művészetek Háza weboldalán, vagy az Adventi Süti Verseny nevű Facebook eseménynél találnak. Múlt hét pénteken elkezdődött a világító testek egy részének kikapcsolása Pilisvörösváron. A város energiatakarékossági akciótervének részeként a településen található közvilágítási lámpatestek 37%-át állítják le ideiglenesen. A feladatot december 2-án kezdte meg a kivitelezéssel megbízott vállalkozó, aki a munkát folyamatosan és fokozatosan végzi majd el a város teljes területén. Tehát már vannak olyan városrészek, ahol csökkentett módban üzemel a közvilágítás. Fontos hangsúlyozni, hogy az átalakítás során a közlekedés biztonsági szempontoknak megfelelve a kijelölt gyalogátkelőhelyek, valamint az útkereszteződések emelt szintű megvilágítása továbbra is mindenhol megmarad. A képviselőtestület a város energiaköltségeinek mérséklése érdekében november 24-én fogadta el a közvilágítás átalakítását lehetővé tévő rendeletet. Az elkészült kivitelezési tervek alapján a város közterületein található összesen 1554 világítótestből mintegy 974 marad bekapcsolva. Mégis megépítheti azokat az utakat Vörösvár önkormányzata, melyeket eredetileg 2022-re terveztek, de a Sberbank csődje miatt halasztani kellett. A beruházások 2023-ban el is kezdődhetnek. Többek között ezt is megtudhattuk a december 1-én rendezett lakossági fórumon. November végén érkezett az a jó hír, hogy Pilisvörösvár város önkormányzata visszakapja a Sberbankban ragadt pénze nagy részét. Még 2022 elején az idei évet a város az útépítés évének hirdette meg, de a bank csődje miatt ez meghiúsult. A visszakapott pénz azonban lehetővé teszi, hogy a nagyszabású útépítések mégis megkezdődjenek a városban, ennek megfelelően az önkormányzat ismét újra tervezett. Az útépítésekről december első napján egy lakossági fórum keretében részletesen is beszámoltak. És ahogy azt már bejelentettük tavasszal, 10 utca fog vagy teljesen, vagy részben megújulni, teljesen új aszfalt burkolatot kapni, vagy pedig felújításon fog átesni. Ennek az előzménye az, hogy ezért az önkormányzatnak duplán meg kellett dolgozni. Először is elő kellett teremteni ezt a forrást, hogy ezek az utcák újjáépülhessenek, és másodszorban a Sberbankból vissza kellett ezt szerezni. Ez elég hosszú időt vett igénybe,
és elég sokat kivett belőlünk, és az egész apparátusból, de hál' Istennek 83,6%-át az Sberbankba ragadt pénzünknek visszakaptuk. Kérem, engedjék meg, hogy egy kicsit puskázzak, és mielőtt műszaki tanácsnok úrnak átadnám a szót, Varga Péternek, elmondjam, hogy tavasszal mely utcák fognak megújulni. Béke utca befejezése a Nagy Imre utcától, az Ómüller Márton utca, a Mincenti utca, a Réti utca délnyugati végétől a Béke utcáig, a Frejekker utca délnyugati végétől a Béke utcáig, a Csendbiztos utca lakóvezeti része a Szent Imre utcáig, és útfelújításon, valamint csapadékvíz elvezetési rendszer teljes felújításán fog átesni az alábbi négy utca, a Gólya utca, a Seregély utca, az Útörház utca és a Barackos utca. A házasságkötőteremben megtartott lakossági fórum két részre épült. Az első felében a Dózsa-György utca átépítési tervezetét ismertette Varga Péter műszaki tanácsnok. Elmondta, hogy fontosnak tartják, hogy már a tervezési szakaszba bevonják az itt élő lakosokat, hiszen a felmerülő problémákat, kérdéseket utólag már nehezebb kezelni. A tanácsnok részletesen ismertette a beruházás tervének műszaki paramétereit. Nos, ahogy a kivetítőn is látszik, a Dózsa-György utca 630 folyóméter hosszban lenne átépítve. Ez az iskola köztől egészen a Hősök teréig terjedő szakasz lenne. Ez az itteni lakosságnak már egy nagyon-nagyon régóta áhított kérése. És hát mi is ugye szerettük volna a saját ciklusunkban, ebben a ciklusban ezt megcsinálni, és ezen vagyunk, és ebben az irányba törekszünk, mindannyian, ahogy a polgármester úr is mondta. És ennek a szakasznak, ugye, mivel hogy szűk, jelen pillanatban nagyon-nagyon kevés parkoló áll rendelkezésre. Egy irány mutatkozik, hogyha ugye mindenki ezt most már tudja, nem árul kell vele nagy titkot, a csatorna, a nyílt csatorna vízelvezető rendszert lefedjük. Ugye párhuzamos parkolókat gondolt a tervező. A parkolók darabszámáról annyit tudok mondani, hogy nagyságrendileg az iskola köz és ahogy elágazik a Dózsa-György utca a Rákóczi utcával, odáig nagyságrendileg 40 darab parkolót tudnánk erre a szakaszra végig a kivitelezés során elkészítetni. Jól látszik a terveken, hogy a tervező a mostani Dózsa-György utca, hát elég sivár, kopár részeit azért zöld felületekkel szeretné pótolni, amiben majd a későbbiekben azért én úgy gondolom, hogy kéne a lakossággal egyeztetnünk, mert ugye hát valakinél van zöld terület, valakinél nincs, és akkor ilyenkor szokott az a történet előfordulni, hogy hát akkor én miért csináljam, hogyha a szomszédnak meg nem kell. Fákat szeretnénk mindenféleképpen ültetni. Az elmúlt években rengeteg fát ültettünk, gondolom önök is látják. Valahonnan elindultunk, és én azt gondolom, hogy nagyon jó irányba vagyunk. Most már kijelenthetem bátran, hogy tulajdonképpen több száz fát sikerült az elmúlt három évben ültetnünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az irány töretlen, és a mi frakciónkban ez egy alappillér, hogy fásítsuk, zöldítsük Vörösvárt. Ami jól látszik, és tulajdonképpen a legkardinálisabb kérdés a Dózsa-György utcában, hogy a parkolás, ha most Budapest felé tartó menetirányt nézzünk, akkor jelen pillanatban természetben jobb oldalt van, és ez átkerülne a bal oldalra. Azért kerül át a bal oldalra, mert útpályát építeni csatorna rendszerre sokkal nagyobb műszaki tartalommal lehet csak. Ha viszont lefedjük ezt az árok rendszert, akkor az viszont kiváló területet tudna biztosítani a parkolók számára, ami most közel 40 darabban, illetve 40 darabban fogalmazunk meg. Azért nem tudok határozottan darabszámot mondani, hiszen ez egy tervezet. A fórum első részén többségében a Dózsa-György utcai lakosok vettek részt, akik örömmel fogadták a beszámolót, melynek végén kérdéseiket is feltehették, és a helyszínen választ is kaptak rá. A fórum második felében került sor az útépítések, útfelújítások ismertetésére. Erre a témára még több érdeklődő volt kíváncsi. Varga Péter részletesen ismertette az útépítésben, útfelújításban érintett utcákhoz kapcsolódó pontos terveket, hangsúlyozva, hogy a most említett utcák a felújítás első szakaszához tartoznak, tehát lesz második ütem is.
Az első ütemben a tavaknál lévő Gólya és Seregély utca, az északi lakók körzet utcái és a Csendbiztos utca, majd a külterületi Barackos és Útörház utca fog megújulni, összesen közel 2,5 kilométernyi útszakasz. Tulajdonképpen három csoportot különböztetünk meg egymástól. Vannak ugye utca felújításaink, van egy kvázi alacsonyabb műszaki tartalmú kivitelezésünk és egy magasabb műszaki tartalmú kivitelezésünk. Ezekben különbözik ez a három alapcsoport. Nagy általánosságban el kell mondanom, hogy a mostani aszfaltozásnak és útépítésnek az előzőekben történt aszfaltozás és útépítésekhez való különbségéről szeretnék első számúlag beszélni, és ez nagy általánosságban elmondható tulajdonképpen a mostani összes építendő útszakaszról. Más műszaki tartalmat próbáltunk összeállítani szakemberekkel, mérnökökkel, útépítőkkel, amik állításuk szerint ugyanolyan stabil útpályát képeznek, és semmivel sem problémásabb megoldást kínálnak, mint az előzőekben épített útszakaszok. Ez pedig a következő, hogy nem lesz szegély. Én hagyd mondjam el önöknek, hogy az elmúlt években számos országban járva, akár Magyarországon is, vagy külföldön is, észrevettem egy óriási ordító különbséget, mégpedig a szegélymentességet. Ez önmagában lehet, hogy így első körben egy kevesebb műszaki tartalomnak tűnik, de tudjuk, hogy a mai világban a kézi munka a legdrágább, a gépi munka kvázi olcsóbb, és a szegélyeket sajnos kézzel rakják, és ez rettentő módon megdrágítja a kivitelezéseket. Úgyhogy ebbe az irányba kezdtünk el gondolkozni, és kerestünk meg megfelelő szakembereket. Varga Péter részletesen ismertette az első ütemhez tartozó egyes utcák felújításának jellemzőit. Elmondta, hogy a munkálatokat a nagyon rossz állapotban lévő Gólya és Seregély utcákkal kezdik, utána sorban jön a többi is. Strack Bernadette alpolgármester a beruházás anyagi vonzatairól beszélt a megjelenteknek. Elmondta, hogy évelején körülbelül 400 millió forintot tervezett az önkormányzat útberuházásra, melyet elsőként a Sberbank csődje, majd az energiaválság húzott keresztbe, ami miatt nem várt, de sürgősen szükséges beruházásokra kellett fordítani a pénzt, mint például az intézmények világításának korszerűsítése, vagy az óvodák szigetelése. Így ugyan kevesebb utca épülhet meg az évelei tervekhez képest, de a 2023-as költségvetésből szeretnék pótolni a kimaradt utcákat is. Én azt tudom mondani, hogy ahhoz képest, amennyi mondjuk az előző időszakban épült az északi lakóövezetben vagy város szinten új út, ahhoz képest én azt gondolom, hogy ebbe a ciklusba a komplett északi és ennyi plusz út megépülhet, azt gondolom, hogy erre méltán lehetünk büszkék, hogy ezt össze tudjuk hozni. Sajnos, hogy ez a probléma más helyzet előadódott idén, de bízunk benne, hogy jövőre most már tényleg se Covid, se Sberbank, se energiaválság, és a tervek szerint fogunk tudni haladni, de tényleg az a célunk, hogy mindenhol a városba aszfaltos utat tudjunk biztosítani. A beszámoló végén itt is lehetőség volt párbeszédre, kérdések feltevésére. A beruházások előkészítése tehát már megkezdődött, a látványosabb munkálatok pedig 2023 elején fognak elindulni. A projekt befejezésének határideje 2023. augusztus 31. Spolarics László kiállítása nyílt meg december 2-án a Szent Iváni Generációk házában. A festőművész még csak néhány éve él Szent Ivánon, de alkotásain sokszor visszaköszön Szent Iván és környéke. Stábunk a megnyitón járt. Szent Iváni és környékbeli helyszíneket is felfedezhettünk Spolarics László festőművész alkotásain azon a kiállításon, mely december 2-án nyílt meg Pilis Szent Ivánon a Generációk házában.
A művész már gyerekkorában is szívesen festett, mára pedig igazi szenvedélyé vált számára az alkotás. Hát ez születésemtől kezdve tulajdonképpen, mert a nagyapám is festőművész volt, a keresztapám, aki nem rokon, de nagyon jó menő festőművész volt, sajnos már nem él. Hát ő bíztatott és bátorított, hogy csináld fiú, ez jó fog menni. A festészet az ilyen hobbi tevékenység volt, most amióta nyugdíjas vagyok, azóta fő tevékenység, meg azóta költöztem ide Pilisszentivára. Nagyon jó, kellemes környék, nagyon inspiráló, úgyhogy én nagyon szívesen dolgozom itt. Előtte meg tipográfus voltam. Könyveket terveztem, újságoknál dolgoztam. Szerintem alkalmazott grafikai munkákat végeztem, de mellette mindig festettem. Az alkotásokat nézegetve sokféle témát felfedezhetünk. A tájképek mellett portrékat, állatokat is találunk. Van olyan dolog, ami megfog csak azért, mert jó pofa téma, a rokonaim portréim is látszik, de imádom a vizeket festeni, mert az megnyugtat. A víz látványa is megnyugtat, hát még ha az ember meg sikerül úgy megfesteni, hogy az olyan jó érzést kell, az jó, de az erdő is, meg bármilyen, szóval nincs olyan, hogy kizárólagos téma. Amióta itt élek, azóta én egyfolytában festek, úgyhogy hát javarészt, amiket itt kiállítunk, ezt itt festettem már. Van egy-két ilyen régebbi, de tulajdonképpen ez ebből válogatás, de van még otthon egy csomó. Spolarics László itt látható képei olajfestékkel készültek, főként vászonra, egy-kettő faros lemezre. A lényeg, hogy visszaadják a kiállítás nevében is szereplő megállított perceket, pillanatokat. Mindig csavargászom erre-arra, nézem a tájakat, meg van, hogy egyszerűen csak úgy megfog egy látvány, hogy na, ezt úgy meg kéne mutatni, hogy ez hogy néz ki. És annyira élvezem, amikor kialakul a kép, és adja azt a levegőt, azt az atmoszférát, amit én úgy elképzelek. Spolarics László kiállításának megnyitóján a megjelenteket Balassi Anikó kulturális referens köszöntötte, majd az alkotásokról és a művészről dr. Kónya Imre volt belügyminiszter beszélt. Kettejük barátsága a teniszpályán kezdődött. Az a versenyző típus, aki nem akar mindenáron győzni, aki a szép játékot többre becsüli a győzelemnél. Egyszer megjegyeztem, hogy nyilván a szépség szeretete vitte a grafikusi pályára, mire elárulta, hogy szabad idejében azért festeget is. Festeget. Szerényen így fejezte ki magát. Amikor meglátogattam az otthonában és megmutatta néhány képét, megbizonyosodtam róla, hogy nem egy festegető amatőrrel, hanem igazi festőművésszel van dolgom. Nyitott szemmel jár a világban, érzékenyen figyeli a természet formáit, történéseit. Így fogalmaz meg képein örökérvényű igazságokat. Ezek jelennek meg a vásznakon ábrázolt tájakban. Szinte benne járunk az erdőben, vízparton és árnyas utakon. Olyan teret varázsol el körénk, sejtelmes világba vezetve minket, ahol nimfák és szellemek között finom hangon varázslatos dallamok hallhatók. Festett világából kitűnik, hogy az az alázat, amivel egy-egy képhez hozzálát, őszinte érzésből fakad. A képekhez és a hangulathoz illő zenei aláfestésről a Pilisszentiváni Művészeti Iskola klarinét együttese gondoskodott. Téri Ramazuri volt Pilisszentiván főterén december 6-án kedden, melyre a hideg ellenére sokan eljöttek. Az eseményre eljött maga a Mikulás is, a gyerekek legnagyobb örömére.
útépítés, új civil rendelet, közterület használat. Többek között ezeket a témákat tárgyalta Pilisvörösvár képviselőtestülete. Az ülésről készült összefoglalónk következik. November 17-én tartotta novemberi rendesülését Pilisvörösvár önkormányzata. Szintén novemberben érkezett a hír, hogy az önkormányzat visszakapta a Sberbankban ragadt pénzvagyonának több mint 80%-át, így lehetőség nyílt a korábban tervezett útépítésekre. Az útépítési tervek rendelkezésre állnak, a költségbecslések folyamatban vannak. A tervek szerint még 2022. decemberében megindulhat az útépítésre vonatkozó közbeszerzés is, ennek megfelelően módosították a közbeszerzési tervet. Döntés született arról is, hogy közbeszerzési eljárást indít az önkormányzat 5 gazdasági szereplő meghívásával, kiviteli tervek alapján a városi közvilágítási hálózat korszerűsítéséről, közvilágítási szolgáltatással és üzletrészvásárlással a kiviteli terv dokumentáció alapján azzal a feltétellel, hogy a szolgáltatási, illetve az üzletrészvásárlási szerződés csak akkor lép hatályba, ha a konstrukcióra az önkormányzat megkapja a kormányengedélyt. A költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban a képviselőtestület több olyan döntést hozott, amelyhez a fedezetet a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítással biztosította. Továbbá érkeztek az eredeti előirányzaton felüli támogatások, és egyéb előirányzat átcsoportosítások is szükségessé váltak, ezért ismét módosítani kellett a költségvetési rendeletet. Döntöttek arról is, hogy az OTP bank nyerténél lévő folyószámlahitelt határozatlan ideig meghosszabbítják. A hitel futam ideje tehát 2023. január 2-ától éves felülvizsgálattal határozatlan ideig tart, a rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 200 millió forint. Téma volt a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. Az önkormányzat felülvizsgálta a napos oldal szolgáltatásaira vonatkozó térítési díjakat. A környékbeli településeken, a hasonló profilú intézményekben a közelmúltban mindenütt megemelték a gondozási díjakat és egyéb szociális szolgáltatások térítési díjait. A napos oldal jelenlegi intézményi térítési díjait a vizsgált intézmények árai szinte mindenütt meghaladják. Ahhoz, hogy az intézmény szolgáltatásai továbbra is biztosíthatóak legyenek, szükséges a jelenlegi intézményi térítési díjak emelése. Módosította a civil szervezetek támogatására vonatkozó feltételeket a képviselőtestület. Az új módosításokkal átláthatatlanná vált a régi rendelet, ezért új rendeletet alkottak. A módosítások elsődleges célja az, hogy ösztönözzék az érintett szervezeteket, hogy ki a maga területén tevékenységével, tudásával még inkább hozzájáruljon a közösségi élethez. Az új célkitűzések megvalósítása érdekében egy pontosabb, átláthatóbb, ösztönzőbb szabályrendszert tartalmazó rendeletet fogadott el a város képviselőtestülete. Határozat született a horgásztavak partján álló közterület használati engedéllyel nem rendelkező horgászbódék és a hozzájuk tartozó stégek elbontásáról és az elbontott anyagok elszállításáról. A feladat elvégzésére a legjobb ajánlatot a Pixafesz Kft. Adta bruttó 11.855.450 forintos összeggel, így az elbontással őket bízta meg a képviselőtestület. A közterületekre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell vizsgálni. A díjak 2020 márciusában csak a Vörösvári Napok rendezvénnyel kapcsolatosan változtak. A többi díj a 2018-ban megalkotott rendelet szerinti állapot. A közterület használatára vonatkozó díjtételeket emelte meg a rendelet mostani módosításával az önkormányzat. Az elfogadott díjak megtalálhatók a városi honlapon. Arról is döntött a képviselőtestület, hogy a 3961/A3-as helyrajzi számú Pilisvörösvár főutca 91-es szám alatti 86 négyzetméter alapterületű önkormányzati bérlakást ismételten bérbeadják 2023. január 1-től 2023. december 31-ig határozott időre, a bérleti díjat havonta 110 000 forintban állapították meg. A Pest megyei rendőrfőkapitányság Tolnai Ildikó rendőralezredes nevezte ki a Pilisvörösvári rendőrőrs élére. A rendőralezredes őrsparancsnoki beosztásba történő kinevezését a testület támogatta.
a korábban lemondott fideszes Manherz József helyére a Szociális és Egészségügyi Bizottság új képviselőbizottsági tagjának december 1-jével Körösi János képviselőt választotta meg a testület. Döntöttek továbbá arról, hogy 2023. január 2-től január 3-áig két munkanapon át igazgatási szünet lesz a hivatalban. Pilisvörösvár német nemzetiségi önkormányzatának november 15-én kell kérelme alapján úgy döntöttek a képviselők, hogy a nemzetiségi önkormányzattal a Schwab-Sarok vonatkozásában 2021. május 25-én kötött használati megállapodás idejét 2033. január 31-ére hosszabbítják meg. Határoztak a Bursa Hungarika felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2023-as fordulójára érkezett pályázatokról is. A benyújtott anyagok alapján az önkormányzat 5 Pilisvörösváron élő felsőoktatásban résztvevő hallgató tanulmányait támogatja összesen 500 ezer forinttal. A pályázat a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok, valamint felsőoktatási hallgatók számára érhető el a 2022-23-as tanév második és a 2023-24-es tanév első fél évére vonatkozóan. És most lássuk a programokat! A december 10-i hétvégén került sor Advent harmadik gyertyájának meggyújtására. Szent Ivánon 16:30-kor a Szent Iváni Iskolások német és magyar nyelvű műsora kíséretében, melyet ekkor is a Szent Mise követ majd. Solymáron 18 órakor gyújtják meg a gyertyát, a félhetes misén a Corvinus vegyeskar közreműködik. Szeretettel és adventi hangulattal vár mindenkit a Cédrus Tánc Együttes Indulj Vigasságba című karácsonyi műsorára, december 10-én, szombaton 17 órakor a Solymári Művelődési Házba. Az ünnepi műsort Táncház követi, ahol a zenéről a Fixstim zenekar gondoskodik. Belépő 1500 forintért kapható a Művelődési Ház irodájában. A Solymári Heimatverein Falukör Egyesület szeretettel hív mindenkit Adventim Heimatverein karácsonyi rendezvényére, melynek helyszíne a Bauernhaus. Időpont december 10-én 14-től 20 óráig. A zenei meglepetések mellett régi sváb finomságokkal, forralt borral, gyermekpuncsal, kézműves foglalkozással és egyebekkel várja az Egyesület a falu apraja nagyját. Hagyományos karácsonyi koncertre invitálja a fúvószene kedvelőit a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar december 10-én szombaton délután 16 órától a Vörösvári Schiller Gimnáziumba. Vendég a Szent Iváni Fúvószenekar, a belépés ingyenes. Idén is lesz hagyományos adventi vásár Vörösváron, december 11-én vasárnap reggel 10 órától egészen estig a templom téren, kézműves vásárral és színpadi műsorokkal. 10 órakor a Holle anyó című mesét láthatják a Batyú Színház előadásában, 11-kor pedig a Német Nemzetiségi Vegyes Kórusat koncertet. 14 órakor az Adensa Sporttánc Egyesület táncosai lépnek színpadra, majd Tóth László szaxofon koncertjét hallgathatják meg. 16 órakor Kalap Jakab gyermekkoncertjére kerül sor. 17 órakor lesz az adventi gyertyagyújtás a Heimatwerk és a Fúvószenekar műsorával. 18 órakor a süti verseny eredmény hirdetésére kerül sor. A napot a Bressó együttes Swing Karácsony című koncertje zárja. Műalkotás ajándékba címmel kiállítás nyílik a Solymári Művelődési Házban december 11-én vasárnap 17 órakor. A kiállítás elsősorban helyi vagy solymári kötődésű művészek számára biztosít bemutatkozási lehetőséget, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy néhány alkotás karácsonyi ajándék formájában talán gazdára is talál. A kiállítók Balázsné Horváth Brigitta, Barcsik Géza, Erdős Klára, G. Bogdán Andrea, Jakab Anikó, Jenei Zoltán, Kovács József, Méri Beáta, Navarata Répás Júlia, Németh Georgina, Németh González Ákos, Pálinkás János, Rákos Péter, Szalai Maja, Tompai Ildikó, Kovács Zsuzsanna, Zsuffa Péter. Megnyitja Szalai Gábor építész. A kiállítás megtekinthető december 21-éig.
Grecsó-Rutka tandem első évre Fecske címmel különleges estére várják az érdeklődőket a Solymári Művelődési Házba december 11-én vasárnap 19 órára. Az est több, mint egy koncert, és személyesebb, mint egy klasszikus színházi est. Közreműködnek Grecsó Krisztián, Rutka Róbert, Fehérvári Attila, Nádor Dávid és Szabó Árpád. A belépés díjtalan. Adventi hangverseny lesz a Solymári Katolikus templomban december 17-én szombaton 16 órakor. A koncerten közreműködik a Corvinus vegyeskar, a Solymári Hagyományőrző Asszony kórus, az Aperto Kamara Együttes, a Solymári Férfi Kórus és a Szokolai Bálint Női Kar. A program díjmentesen látogatható. A koncert előtt 14 órától egészen estig adventi vásár is várja a templom térre érkezőket. 18 óra után az utolsó adventi gyertya meggyújtására kerül sor. December 17-én 16:30-kor gyújtják Pilis Szent Iván utolsó adventi gyertyáját is ünnepváró műsor keretében. A gyertyagyújtást követően közös fadíszítésre kerül sor az intézményekkel és a civil szervezetekkel, majd 17 órára adventi szentmisére várnak mindenkit. A Padlás című előadást láthatják Pilisvörösváron a Schiller Gimnázium színház termében, a Magyarok Dalszínház előadásában december 18-án 19 órától. Jegyek a Művészetek Háza honlapján kaphatóak. Az egyházi ifjúsági kórus ad adventi koncertet a Pilisvörösvári nagytemplomban december 18-án vasárnap este 7 órai kezdettel. A koncert ingyenes, mindenkit szeretettel várnak. Pilisvörösvár hagyományos városi karácsonyi koncertjére várják az érdeklődőket december 19-én, hétfő este 18 órára a Schiller Gimnázium színház termébe. Az esten a karácsonyi hangulatról a Cifra György Zeneiskola tanárai és növendékei gondoskodnak, a belépés ingyenes. Az Ablakdíszítők karácsonyi koncertje lesz december 21-én szerdán este 18 órakor a Solymári templom téren. A községi karácsonyfa köré várnak mindenkit közös gyertyafényes éneklésre, forradborozásra, sütizésre. Közreműködik a Solymári Asszonykórus és a Solymári Ifjúsági Fúvószenekar. Ugyanekkor nyílik az első solymári mézes kalács kiállítás, mely a templomban és a kisiskola ablakában lesz majd látható. Műsorunk véget ért, köszönjük egész éves figyelmüket. Magam és a Pilis TV minden munkatársának nevében kívánok minden kedves nézőnknek meghitt, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt. Műsorainkat az ünnepek alatt is követhetik élőben honlapunkon a www.pilistelevizio.hu címen, vagy pedig visszanézhetik bármikor a YouTube-on. Tartsanak velünk jövőre is, a viszontlátásra!